Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják. Benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Február első hetében került a földbe a sárgarépa a zákányszéki pap család földjein. Az állomány április végén már igazán szemedgyönyörködtető. Pedig nem könnyű gazdálkodni itt, a homokhátság déli részén, hiszen gyenge minőségű földeken és egyre nagyobb szárazság mellett kell boldogulni. Ezt próbálták már Pap István szülei is, hiszen már ők is foglalkoztak zöldségtermesztéssel, persze még egyszerűbb módszerekkel. Az első sárgarépákat emlékszem rá, hogy édesanyám elszórta az ujjával, és a feladatom az volt, hogy söprővel nagyon vékonyan be kellett söpörni a magokat, hogy megragadjanak a homokba, és csirát tudjanak nevelni, ki tudjanak kelni a földből. Korán befogtak téged a munkában, nem riasztott el ez a kemény munka, mert azért a mezőgazdaság az nem egy olyan egyszerű feladat, mint ahogy sokan hiszik. Hát ez így van, a mezőgazdaság az nem egyszerű. Van az a mondás, hogy aki megérzi gyerekként a föld illatát, az megfertőződik. Hát én is ebbe csöppentem. Igazából a mi termőhelyünkön itt a zöldségtermesztésnek van létjogosultsága. Régebben gyümölcstermesztés is volt, de sajnos ez leépült a globális hatások miatt. A zöldségtermesztést azt igazából a 2000-es évek elején kezdtük el így intenzíven technológiákkal főszerelni, tehát nagyon nagy dolog volt az, amikor apró magvetőgépet tudtunk vásárolni. A sárgarépához megvásároltuk az első betakarítógépeinket, az első tartályládákat megvásároltuk, a piac szárnyalását élvezhettük abban az időszakban, mert nem tudtunk annyi árut termelni, amit ne tudtunk volna értékesíteni. Ma már nehezebb piacot találni a sárgarépának és a burgonyának is, de az időközben KFTV alakult családi vállalkozásnak sikerült kapcsolatot kiépítenie nagy áruházláncokkal. Ezt segítette a környékbeli termelőkkel kialakított integráció, a nagyobb árualap is. Így az év 45 hetében megtalálható a zákányszéki sárgarépa a zöldségosztályokon. A gazdálkodásban a legkorszerűbb módszerekhez nyúlnak, hogy a környezetvédelme mellett ellensúlyozni tudják a kedvezőtlen adottságokat és az egyre szélsőségesebbé váló időjárást. Próbálunk a környezettudatos gazdálkodás elvét szigorúbban, még szigorúbban fogni. Egyébként is ez az alapföltétel, hogy ne károsítsuk a környezetünket, gondolok itt a termőtalajra, a fölösleges műtrágyázás, a fölösleges öntözés, ami elég költséges és nehéz dolog. A talajok jó lezárása, ehhez forgatás nélküli talajművelést alkalmazunk 2015 óta. Gondoskodunk a földjeinkben a tápanyag megőrzésen, ugye a zöldségtermesztésben általában nem a megszokott receptúrák szerint dolgozunk, hogy alapműtrágyákat juttatunk ki, és 2-3 adag fejtrágyát. Mi rendszeresen, szinte elmondhatom, hogy hetente tápanyag utánpótlunk, mérünk, kalkulálunk talajminta eredményekkel, tárjuk fel azt, hogy mi szükség van a talajainknak tápanyagba. Nagyon megváltozott a tápanyag utánpótlás is itt a gazdaságotokban. Már nem úgy szórjátok, és nem azokat a hatóanyagokat szórjátok, mint régen. Ebben is óriási változás van. Nagyon fontos dolog az, hogy a növényeinknek mindig folyamatos legyen a nitrogén-foszfor-kálium ellátása. Ezért szeretjük a bevont műtrágyákat, amik kezelhetőek, ugye ha sok csapadék van, akkor nem oldódnak ki, gyorsan nem illannak el a talajainkba. Ugye itt a homoktalajnak az adottsága, hogy lemosódik a tápanyag. Volt olyan az elmúlt években, hogy ilyen 80 mm váratlan csapadék 10-15 centit mozgatja a műtrágya szintünket. Ezt egy
gyors eszközzel, egy ámmérőkészülékkel tudjuk ellenőrizni, hogy hol jár a műtrágyánk, milyen sok koncentrátum van a talajunkban. Igazából a sok kicsi tápanyag utánpótlást gyakoroljuk. Ennek a fontos feltétele az, hogy mondjuk ne illanjon el egy nitrogén, ugye ne boruljon fel az egyensúly. Ehhez használjuk ezeket a precíz műtrágyákat. A műtrágya gyártásban is igyekeznek alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez és az ennek kapcsán felmerülő új igényekhez. Nagy jelentőségű innovációt jelent a lassú hatóanyag leadású bevonatos műtrágyák kifejlesztése. A bevonat lehet inhibitoros vagy biológiai úton lebomló biopolimeres. A legnagyobb előnye ezeknek a műtrágyáknak az, hogy elnyújtják a tartamhatást. A tápanyagok nem csak 2-3 hétig, hanem akár 4 hónapig is feltáródnak a talajban. Mit csinál ez a polimer a kis műtrágya szemcsével, amikor rákerül? Ez a bevonat a foszfor fölvételét segíti elő a növény számára, azzal, hogy nagyobb a negatív töltése a polimerünknek, mint a foszfornak, ezáltal fölváltő állapotban van a foszforunk a növény számára. Mindemellett más pozitív ionokat is magához köt a polimerbevonat, itt a kálium, illetve nitrogénfélét is. Nagyon fontos az, hogy amikor műtrágyázunk, akkor gondoljunk a környezetünkre is. Nem szeretnénk szennyezni jobban a környezetünket, se nitrát, se másmilyen, ami nem bomlik le és belekerül esetleg a talajvízbe, ezáltal más növényt, illetve állatokat szennyezve. A biopolimer és ezek a bevonatott műtrágyák se ezt segítik elő, hogy kevesebb mennyiségben tudjuk őket kijuttatni, tartalmhatást biztosítunk, környezetszennyezés minimális, illetve itt még beszéltünk a géphasználat csökkentése, a tárolásnak a csökkentése, tehát mindenben afelé tudunk menni, hogy kisebb adagokba tudjuk kijuttatni, és ezáltal csökkentjük a környezeti terhelését ezeknek. Láttunk itt olyan sárgarépát, amit teljesen véletlenül kimosott az öntöző rendszer. Fantasztikus gyökérrendszer tud a sárgarépa is kifejleszteni, ezt nem is gondolnánk. Tápelemeket ugye a gyökérszőrökön keresztül veszi fel a sárgarépa, és ugye ennek a polimernek is köszönhető, főleg neki, hogy egyszerűen tökéletesen kiépíti, kifejleszti a sárgarépa is a gyökérszőrét, miáltal sokkal több tápelemet tud felvenni, sokkal intenzívebb a fejlődés, és sokkal gyorsabban készül el a sárgarépa. A tápanyag utánpótlás teljes rendszerét át kell gondolniuk a gazdálkodóknak, ha szeretnék megőrizni az eredményességet. A bevonatos műtrágyákon túl a szélsőséges időjárási körülmények kivédésére előtérbe kerülnek korábban használt, de napjainkra elfeledett tápelemek is. Itt vannak például a hasznos tápelemek, amelyek nem minden esetben eszenciálisak, de biostimulátor hatással rendelkeznek. Gondolok itt például akár a titánra vagy a szilíciumra. Mind a két elem segít a növényeknek az abiotikus és a biotikus stressz hatásoknak a kivédésében, fölkészíti egy kicsit őket, illetve átlendíti őket ezeken a nehézségeken. Mindig csodáltam, hogy itt ezen a 2-4 aranykoronás földeken hogy lehet ilyen jó eredményeket elérni, és azt kell mondanom, hogy az igazi jó műtrágyák, az igazi nagy tudású, jól hasznosuló műtrágyák itt mutatják meg igazából a képességeiket, mert nincs a talajnak tápanyagszolgáltató képessége, itt mindent felvesz a növény, és csak olyat tud felvenni, amit könnyen hozzájut, jó vízoldható, és ugye van tartalmhatása, mert itt ugye egy 5-10 mm-es csapadék is képes akár a gyökérzóna alá mosni a tápelemeket. Én szeretem ezt a vidéket, Tagolt, nagyon nehéz itt termelni, nagyon nehéz rentábilisan termelni, de akik itt termelnek, mindent tiszteltem az övék. Kedves nézőink, kérem hallgassák az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adásait is. Zöld úton a klíma- és energiaválság kezelésében.
Ezzel a címmel jelent meg professzor dr. Dudics Dénes, Széchenyi díjas növénygenetikusnak, biotechnológusnak, és professzor dr. Gyurica Csabának, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorának könyve. A kötetet először Dudics Dénes 80. születésnapján Gödöllőn mutatták be a szerzők, most pedig Gyoma Endrődön, a Határgyőző Városi Könyvtárban ismerhette meg a közönség a könyv megszületésének céljait. Abban a városban, melyhez Gyurica Csaba ezer szállal kötődik, hiszen itt töltötte gyermekkorát. Az eseményen elhangzott, folyamatosan hallhatjuk a híreket a klímaváltozás tragikus következményeiről. A könyv az agráriumhoz kapcsolódó tevékenységeket elemzi, azt veszi sorra, hogy a növényi zöld energiák hogyan járulhatnak hozzá a globális problémák kezeléséhez. Másfél-két évtizeden keresztül foglalkoztunk Tudis professzorral ezzel a témával, hiszen energianövények, energianövények termesztése professzor úr révén a nemesítési területtel, és 10-15 év után gondoltuk azt, hogy összejött annyi eredmény, hogy érdemes lenne ezt a szélesebb szakmai és a szakmán kívüli nyilvánossággal is megosztani és megírni, és egy könyv formájában kiadni. És ennek a témának a jelentőségét felerősítették azok a folyamatok, amelyek az elmúlt években zajlottak, hiszen akár az energiaválság, a háború, a Covid hatásai, azok ráirányították a figyelmet az energia és az élelmiszer ellátás biztonságának növelésére és az önrendelkezés erősítésére. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a kiadványt közreadjuk, és ehhez a klímaváltozás is további erősítést adott, és megírtuk ezt a könyvet olyan módon, hogy az ne csak a legszűkebb szakmai közösség számára legyen haszonnal forgatható, hanem akár a gyakorlati gazdálkodók is találhassanak benne számukra hasznos információt. A bemutatón elhangzott, hazánkban is számos olyan terület van, ami nagyon jól hasznosítható lenne olyan növények termelésére, melyek biomasszáját energiaforrásként használhatnánk fel a zöld úton haladva. Alapvetően Magyarország arról ismert, hogy kiváló adottságúak a szántó területei, de nagyon sok olyan termőhely van, szántóterület van, ahol gazdaságosan élelmiszernövényeket, takarmánynövényeket nem lehet termeszteni, vagy nagyon nehezen lehet csak termeszteni. Az ország területének ez nyilván nehezen becsülhető, hiszen különböző kategóriák vannak, de több százezer hektár, több mint 500 000 hektár azoknak a területeknek a nagysága, ahol alternatív megoldásokban érdemes hosszú távon gondolkodni, és ezek területek hasznosítására is megoldásokat nyújtunk ebben a könyvben. A szerzőknek nagyon fontos célja volt az, hogy felhívják a figyelmet az energianövények szerepére. Részletesen elemzik az egyes növények sajátosságait és termesztési módjukat is. Most van egy olyan nemesítési programunk, ami a szikes talajokra próbálná a fűző telepítéseket lehetővé tenni, és előállítunk sótűrő fűzfa genotípusokat. De alapvetően a fő cél az, hogy felhívjuk a figyelmet, de talán már a politika is sokkal nyitottabb arra, hogy a szerves növényi anyagokból készülő energiát az országnak jobban ki kéne használnia. A kötetben három társszerzővel együtt reflektálnak a kihívásokra. Bagi Zoltán és Kovács Kornél a biofermentáció témakörét elemzi, Molnár István, az Agrár Béta Kft. Alapító tulajdonosa pedig egy konkrét nagyüzemi példával mutatja be azt, hogy a metán termelés hogyan illeszthető be egy biogáz üzem komplex gazdálkodási rendszerébe. Ez a kaposszekcsői gázüzem, amelyik gyakran használ egyébként energiafűz alapanyagokat, aprítékot, de többre lenne szükség. Tehát itt a probléma az, hogy egy ilyen üzemnek a beruházása az nem egy olcsó dolog. De ha megint lenne anyagi támogatás ezeknek a létrehozására, az sokat lendítene. Mert ugye ebből a biogázból aztán elektromos áramot lehet előállítani, amit be lehet kapcsolni a hálózati rendszerbe. Emellett azonban számos olyan előnye van egy ilyen üzemnek, amit érdemes kihasználni. Kaposszekcsön például virágokat is termesztenek a megtermelt energiával. Van egy nagy orhidea kertészet, aminek az energiáját, a fűtését szintén ez a rendszer biztosítja,
és amellett ugye a biogáz termelést követően jelentős mennyiségű folyadék is és szerves anyag is felképződik, ami a talajjavításnak egy fontos eszköze. A könyvbemutatón részt vett Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kft. Ügyvezető igazgatója, és férje Kovács György, a biológiai tudományok kandidátusa is, akik egy meglepetéssel érkeztek. A történet egy poros padláson kezdődött még 1983-ban, amikor ifjú házasokként megvásároltak egy házat Budapesten. A szálak pedig arról a bizonyos padlásról a Gyoma Endrődi Kner családhoz vezettek, akiknek nagyon fontos szerepük volt a magyar nyomdászat, könyvkötészet alakulásában. Fölmentem a padlásra és elkezdtem ott kutatni. Rendet akartam rakni, és akkor találtam nagyon érdekes dolgokat, ami feltűnő volt, legelőször Kner Izidorról készült fénykép. Kner Izidor saját kezű levele húgának, Kner Piroskának, a saját önarcképével, ami ismert nagyon jól róla, és eltettem. Vártam egy bizonyos helyzetet, amikor majd meglátjuk, hogy ezzel mi lesz, és akkor, ahogy a fehér asztalnál meg szoktak oldódni dolgok, ez is így oldódott meg. Találkoztunk a MATE rektorával, Gyurica Csabával, egy fehér asztal mellett, jó borok mellett, és kiderült róla, hogy ő Gyoma Endrőt szülötte, sőt, hát díszpolgára, mint most már tudjuk. És akkor én elmeséltem, hogy nekünk vannak ilyen értékeink. Hát ő erre rögtön ezen kapott, és hát nagyon rövid időn belül megegyeztünk abban, hogy mi ezt a gyűjteményt a városnak fogjuk ajándékozni a legnagyobb örömünkre. A padláson talált levelekből, iratokból azóta könyv született. Megjelent Kner Piroska szakácskönyve, a levelekből pedig kibontakozott egy család sorsa. Kovács Györgyöt azonban tovább foglalkoztatta a Kner család története. Itt elhangzott, hogy Kner Piroskáról nincs, még fényképünk sincs. Én felmentem utána a padrásra, és körülnéztem még egyszer, és ilyen apró cseprő kis képecskék között egyszer csak felfedeztem egy igazolvány képet, ami Kner Piroskának az igazolvány képe volt. Na, ezeket most összegyűjtöttük, és hát eljöttünk ide, erre a könyvbemutatóra, és hát örömmel átadtuk ismét polgármester úrnak, a városnak ezt a néhány újabb szerzeményt. Azt hiszem, már több nincs a padláson. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. Mikor friss diplomával a zsebedben ide kerültél Hódmezővásárhelyre, mit csináltál itt, mint fiatal diplomás? Mivel bíztak meg? Én kértem Srankó Feri bácsitól, az akkori főállattenyésztőtől, hogy hát én sertéságazatban szeretnék dolgozni. Jó, 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 de most a szarvasmarha tenyésztésben van rá szükség. Jó, akkor mentem Vajhátra, és amikor két év múlva azt mondta, hogy akkor most már átmehetnél a sertéságazatba, mert megtörtént egy AUJESZ-ki mentesítés a sertéságazatban. Hát akkor bizony nehéz volt mit mondanom, mert tudtam, hogy ő kérte tőlem, megígérte, én meg addigra úgy megszerettem a szarvasmarha tenyésztést, hogy nehéz volt választ adni. De hát illett, tehát muszáj volt. De hát tisztességből azt mondtam, hogy igen, Feri bácsi, akkor megyek oda. De nagyon megszerettem a szarvasmarha tenyésztést. Úgyhogy akkor átkerültem a sertés ágazatba. Végigjártad a ranglétrát, aztán lettél tulajdonképpen az állattenyésztésnek a feje itt a cégnél. Ez mikorra datálható?
Igazából két mérföldkő volt 1986-ban, amikor elvégeztem Gödöllőn a szakmérnöki képzést, tehát állattenyésztő genetikus lettem, akkor az akkori főnököm Huszár Lajos azt mondta, hogy jöjjek be mellé állattenyésztő, genetikusnak, tenyésztőnek. Ez volt egyik, ez volt 86-ban, és 93-ban Huszár Lajos, az akkori, mondom, főnököm, nyugdíjba vonult, akkor pedig az ő utódaként akkor már Egyed Béla kinevezett állattenyésztési osztályvezetőnek, ami az akkori értelemben állattenyésztési igazgatónak felelt meg. Közben kitaláltatok egy kiállítást Hódmezővásárhelyre, amit azóta se tudnak überelni az országban. És lett az ország, illetve hát Európa egyik legnagyobb állattenyésztési kiállítása. Honnan jött ez az ötlet annak idején? Bélával valahogy nagyon egy húron pendültünk. Ő is érezte azt, hogy valami mást kéne csinálni. Én is. Ő nagyon támogatott abban, hogy ismerjük meg a világot. Engem elküldött nagyon sok külföldi kiállításra, Kanadától az Egyesült Államok, a Királyság, az olasz kiállításokon keresztül. Tényleg nagyon sok kiállításra. És ez alapján azt mondtuk, hogy gyerekek, ha máshol úgy van, akkor nekünk is valami olyat kéne csinálni. Nem vagyunk gyöngébbek, csak valahogy azt a külcsint nem tudtuk addig megmutatni. Azt a profizmust, amit Amerikában tudtak, az olaszok tudtak, mi még nem tudtuk. De azt mondtuk, hogy akkor próbáljuk mi is. És akkor döntöttük el 93-94-ben, hogy akkor csináljuk meg. És akkor elkezdtünk szervezni dolgokat. Ma már azt mondom, hogy szinte elképzelhetetlenül rövid idő alatt megszerveztünk egy kiállítást. Ma itt egy-két évet dolgozunk a következő kiállításon, akkor egy fél év alatt létrehoztunk egy kiállítást úgy, hogy épületünk nem volt, hogy semmi terület nem volt a kiállításhoz, sőt, nem voltak kiállítóink. Én személy szerint az első év tavaszán, 94 tavaszán körbejártam három megye tenyésztőit. Azt tudtam mondani, hogy higgyetek bennünk. Ez volt a nagy dolog. Azóta óriási sikere van ennek a kiállításnak, és amikor jönnek a látogatók, akkor a végén 40-50-60 ezer ember is eljön ide. Mi ennek a kiállításnak a titka, Balázs? A szakmaiság. Ennek a kiállításnak soha nem a matematika volt a lényege. A kiállítás szervező soha nem azt nézte, hogy 5 forintja marad-e rajta, vagy nem, hanem a szakmának mit tudunk adni, hogy előre tudjuk-e vinni a szakmai értékeinket. És tudtuk, hogy bennünk van, mindannyiunkban, csak ezt tudni kellett bemutatni. Mi csak abba segítettünk, hogy bemutathassa mindenki. Mert olyan tenyész állatok voltak az országban már a 90-es években is, amikre fölfigyelt a világ, Európa. Nem beszéltél még a lovakról. Hát a lovak azok Fekete Balázsnak a kedvenc
állatai közé tartoznak. Rólam a legelső fénykép a szülői ház udvarán 61-ben készült. 4 éves voltam. Elvitték a TSS-ítés idején a 2 lovunkat, és még a szüleim fölültettek az egyik hátára, és ott fotóztak le. Tehát talán valahol a genetika bennem van. Meg talán itt kezdődött. Ilyen irányba, igen, valahol tudat alatt a lovak iránti vonzalom. Aztán érdekes módon nem nagyon voltam kapcsolatban a lovakkal az egyetemi évek végéig. Az egyetemen is volt ugye a ballagás, amikor lóra ültünk. És utána itt a cégnél, a Hódmezőgazda részvénytársaságnál itt kerültem igazából kapcsolatba a lovakkal, és akkor vettem az első saját lovaimat, végülis Egyed Bélával közösen. Csikóm már volt, de hely még nem volt. És hazavittem Kunágotára, és édesapám nevelte egy évig a választott csikót, és egy év után vittem helyette egy másik csikót, elhoztam, mert ő már azért 80-as éveibe járt akkoriba. Vittem egy fiatalabbat, hogy na ezzel még bírsz, édesapám. Elhoztam az idősebbet, és ez 3 éven keresztül így ment. Akkor lett saját istálunk Bélával, és hát onnantól komolyan foglalkoztam a tenyésztéssel. Nálam ugye a furiózó, és kisebb létszámban a sági arab tenyésztés folyt. Én próbálkoztam a furiózónak a sportban való kipróbálásában is. Sok éven keresztül nagyon sok sikert értem el velük, de ma is azt tudom mondani, és a fiataloknak örökséggyanát, hogy a szisztematikus tenyésztési és fölkészítési munka, ami fontos, amin múlik a siker. Elmentél nyugdíjba. Igen. Ez mit jelent az életedbe? Mit fogsz csinálni? Gyakorlatilag remélem, hogy nem sok változás jelent. Szerintem ugyanezt. Ugyanezt. Amíg bírom, addig ezt csinálom. Maradsz a cégnél? Igen, igen. A vezérigazgatónkkal úgy beszéltük, hogy a sertés ágazatot azt leadom, azt egy kollega átveszi, aki már 1,5-2 éve szisztematikusan készül erre a feladatra, tehát ez egy jó átmenet. Nekem a szarvasmarhágazatban a tenyésztési munka, a szaporodás biológia, a sperma válogatás, stb. Ez marad, illetve a kiállítás szervezés. Tehát gondolom, hogy még jó pár évig tudom a cégnél folytatni a munkámat, és hát emellett az egyéb, a saját, meg az unokákkal. Kedves nézőink, mai Új Mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az Új Mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is, az Új Mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne feledjék, a Facebookon is ott vagyunk. Kérem, hallgassák az Új Mezőgazdasági magazin podcast adásait is. Az Új Mezőgazdasági magazint a jövő héten szombaton reggel 6 óra 35 perckor megismételjük. Új műsorra vasárnap reggel 6 óra 20 perckor jelentkezem.
Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Legyen nagyon szép a napjuk.